Köszöntöm a nézőket! A Poprádi és a Homonai utcában majd a vízvezetékek cseréjével indul el az útfelújítási munka, de itt a Királysoron is fejlesztések történtek, ezt már tapasztalhatják az itt élők, vagy az éppen itt járókelők. Ezekkel a beruházásokkal foglalkozunk a mai esti mérlegben. Tartsanak velünk! Hamarosan teljesen megújul az Öregkegyi Poprádi és Homonai utca. A területeken vízvezeték cseréjével indulnak az útfelújítási munkálatok. A Poprádi utcában már elkezdődött, a Homonai utcában néhány hét múlva kezdik meg a munkát a szakemberek, amit már régóta tervezett a város, és a lakók is várták, hogy a Poprádi utca megújuljon. A vízi közművezeték csere az első üteme az útfelújítási munkálatoknak. 600 méter hosszan cserélik ki a vízvezetéket. Tulajdonképpen ugye ennek a útfelújításnak az első üteme, ez a vízi közművezeték csere. Röviden azt lehet mondani, hogy mert előregedett, ugye nagyon régi a vízvezeték, és vannak azbesztcement kötések rajt, sőt van, ahol csővezeték is még azbesztcementből van. Na most ez addig, amíg víz van benne és a föld alatt van, nem veszélyes, annyira egészségre nem káros, de már korszerűtlen. Tehát, és miután valóban öreg csatlakozásokra van szó, már korban idősek, ezeknek a cserére mindenhogyan sor kerülne. Na most célszerű egy ilyen nagy beruházás előtt, ezért az egész kvízi közművet így felújítani, kicserélni, és mint ahogy hallottuk is, Laci Péter irodavezető úrtól, ez a házi bekötéseket is érinti, mégpedig úgy, hogy ez is a beruházáshoz tartozik, hogy a házi bekötéseket is mi elvégezzük ebben a beruházásban, és lényegében remélem, hogy hosszú éveken keresztül nem lesz különösebb gond ezzel a vezetékkel. Ez a, ugye az első ütem a kivitelezésnél, és akkor utána jön majd a maga az útépítés csapadékvizelvezetéssel, tehát önálló árokrendszerben van, ahol fedett csapadékcsatornában fog menni a csapadékvíz vagy felszíni víz elvezetése, és egyoldalas járda fog készülni. Itt a lakók zöme azt kérte, hogy biztonság szempontjából nagyon fontosnak érzik, hogy legyen járda. A lakók többsége utcagyűlésen úgy döntött, hogy szeretnének járdát, ugye azért vetett föl hát problémákat, vagy leginkább az volt a probléma, hogy hát ha aki előtt járda van, ugye járdára fölállni autóval nem lehet, akkor hol parkoljon, és miután a város több területén fejeződtek be mostanában a beruházások, és ott bizony fölvetődött utána, meg miután elkészült a kivitelezés, hogy hát ilyen problémák vannak a lakók részéről, ezért ezt megelőzendő a polgármester úrral pár hete tartottunk itt utcagyűlést, és a lakók többsége itt is, és a Homonai úti beruházásnál is úgy döntöttek, hogy kérik a járdát. Úgyhogy ennek megfelelően fog elkezdődni a kivitelezés ezzel a vízi közmű cserével. Erre, hogy hallottuk, 320 nap határidő van a kivitelezésre, és akkor utána folytatódnak majd a többi munkák, oszlop áthelyezések, cserék, ugye mind a két beruházásnál, illetve a többinél is majd a következőknél, mert ugye ezzel a kettővel kezdünk, és a következő évek folyamán ugye Öreghegyen van tartozás bőven. Szeretnék minden utcát tulajdonképpen ilyen szintre hozni, mint ezek, és ezért a befejezési határidőt ugye pontosan most nem tudjuk megmondani. Szeretnénk őszre befejezni nagy részét, de ugye azon is múlik, hogy meddig lehet majd dolgozni, de addig minden esetre szeretnénk eljutni, hogy a oszlopáthelyezések és ez a része csapadékvíz elvezetés megtörténjen, és maximum esetleg az útpálya építése húzódjon át jövőre. Úgyhogy, de hát ez nem csak rajtunk múlik. Úgyhogy a
lakók türelmét megint valóban igénybe vesszük, de azt azért mindenhogyan el kell mondani, hogy a kivitelező, amikor plusz forgalomkorlátozás is lesz, hogy lezárnak egy olyan szakaszt, hogy autóval nem lehet közlekedni, azt mindenkinek a postaládájába ki fogják értesíteni előtte, pár nappal, hogy mire számíthatnak, milyen időkorlátra fog vonatkozni, esetleg az, hogy nem lehet közlekedni normálisan autókkal. Hát a gyalogos közlekedés ugye az biztos, hogy biztosítva lesz, de erre fel kell készülni, hogy bizony lesznek hosszabb időtartó korlátozások is. A Homonai utcában is megújítják a vízvezetéket, itt mintegy 250 méteres szakaszon valósul meg a vízvezeték cseréje. Azért csak ekkora területen, mert korábban már nagy szakaszon kicserélték a vezetéket. A lehetőség most adódott hosszú évek után, ugye tervek elkészültek, most a munkaterület átadáson vagyunk. A lakóknak a problémája itt is a csapadékvíz elvezetés volt, és az, hogy itt sem volt járda, vagy nincs járda, és ha már komplett útfelújítás lesz, akkor hát kérték, hogy legyen járda is, és férjen bele a csapadékvíz elvezetés is. És most ugye ezen a munkaterület átadása ennek a beruházásnak az első üteme fog megkezdődni, mégpedig a víziközmű vezetéknek a cseréje, részleges cseréje. Azért részleges, mert amikor a pár évvel ezelőtt ment a szennyvíz csatornázás, akkor már nagy része ki lett cserélve a gerincivóvíz vezetéknek. Most viszont a maradékot fogjuk kicserélni, és az összes házi bekötést fogjuk első ütembe kicserélni, és akkor utána kezdődik oszlopát helyezések, egy oldali, egysoros oszlopok lesznek, tehát a jelenlegi E.ON oszlopokra lesz a akár telekomos, akár UPC-s kábelek vannak, azok is áthelyezve. De azokat az oszlopokat is van, ahol át kell helyezni, mert vagy beleesik a járda részbe, amelyik a Velencei tó felé eső részén lesz. Magyarul a keleti oldalán lesz majd ennek az utcának, hogyha készül. Az ütemezés úgy van, hogy most a mai naptól 90 nap határidő van a gerinc ivóvíz vezetéknek a cseréjére és a házi bekötések, és közben megy a ugye oszlopok cserés, és utána fog elkezdődni maga a komplet útépítés, és hát szeretnénk ugye időn befejezni, de én remélem, hogy legkésőbb azért jövő tavasszal, időjárás függő, ugye, hogyha olyan lesz az idő, akkor tudnak dolgozni, ha nem, akkor valószínű, hogy csak jövőre tudjuk átadni. Annyit még el kell mondani, hogy a kivitelező az összes korlátozásról, ami óhatatlanul majd fölmerül, hogy lesznek olyan napok, amikor autóval nem lehet, vagy csak korlátozottan közlekedni, akkor mindenki a saját postaládájába a kivitelezőtől értesítést fog kapni, hogy mikortól, mennyi időre, milyen korlátozásra kell számítani. Úgyhogy hát kérjük a türelmet is, persze eddig türelmesek voltak, hogy hosszú éveket vártak arra, hogy valamit történjen, most végre történik, most már csak az akadályoztatása véletlenül fölmerül itt az autósok részéről, vagy kellemetlenség, akkor hát ezt sajnos el kell viselni, de ismerve itt az utca lakóit is, meg az öreghegyieket, azért még ennyi türelmük van, hogy valóban megvárják és elviseljék ezeket a idézőjelben kellemetlenségeket, és ahogy látom, itt mindenki azon van, a kivitelező is, és az önkormányzatnak a hatósági irodája is, hogy minél flottubból menjen le ez a beruházás. Aki a királysor felé veszi az irányt, legyen szó gyalogosról vagy éppen autósról, az már tapasztalhatja, hogy a városrész ezen területén több beruházás is megvalósult az elmúlt időszakban.
Ezúttal a 41-51-es szám közötti parkolót is korszerűsítették, itt közel 50 parkolóhelyet biztosítanak az autósoknak. Mostanáig itt tulajdonképpen egy 50 milliós beruházás valósult meg, ami csak ott a Királysort érintette. Ezeket a járdákat teljesen rendbe hoztuk, a támfalat is újjáépítették, a lépcsőket, tehát az a terület az szépen rendben volt, de ami a leghosszabb időt vett igénybe, és ami az mondjuk 20 millió volt. A 30 millió rész ez, ami viszont azért húzódott el, már előbb meg lehetett volna, mert ott viszont a szép hő teljes vezetékcserét is végrehajtott, hiszen itt azért nagyon, nagyon sűrűn lakott területről van szó, és időnként bizony, mikor egy fát el akarunk ültetni, akkor is problémát jelent az, hogy annyi vezeték van, hogy nem lehet emiatt fát ültetni a gyökerek miatt, mert vagy a járdát túrja föl, vagy pedig a vezetékre úgy ráfonódik, hogy utána a karbantartással van probléma. Meg egyébként is olyan állapotban volt, úgyhogy a szép hő volt először, az vonult oda föl erre a területre, amit a 49-51-nél van, és körülbelül egy jó 3-4 hetet csúsztunk emiatt, mert őnekik is ott azt ki kellett újítani teljesen, és mai nap folyamán volt a műszaki átadása ennek a területnek. Itt is van több mint 40 parkoló, majdnem 50 parkoló, és ez az egész belső terület, és ez az út, ami egy nagy forgalmú út, mert ez az út be a Kóphoz vezet. Tehát nagy kamionforgalom van. Úgyhogy itt végeredményben élvezik a dübörgést a lakók, meg az utat is tönkre teszi. És ezzel nincs vége. Tehát ott a kanyarig elmentünk, ami a 94 felé fordul, de jövőre meg kell csináltatni azt is, ami a kók mögött van, tervbe is van véve, és már készen is vannak rá tervek, hogy a kók mögötti parkolót is fel kell újítani, és a teljes szakaszát ennek a területnek. Akkor talán megint egy jó pár évig az normális állapotban lesz. Tehát ez így lezárult. Hát azt, amit azt egy 7 milliós beruházás volt az, hogy a Sarló utcában a 10-10B és a 12-nél ott megcsináltattuk a belső járdát, mert ott szintén a lakók kérték, hogy az kimaradt, ugyanis ez nem közútnak számított, viszont az is nagyon rossz állapotban volt. Vagy az óvoda előtti járda, az is fölújult. Tehát ezzel együtt ez egy 57 milliós dolog. Viszont ami nagy, ami egy 100 milliós beruházás, és ami tényleg egy nagyon nagy tereprendezést fog jelenteni, és úgy néz ki, minden engedély megvan, közbeszerzést kiírták, tehát úgy néz ki, hogy augusztus vége, legkésőbb szeptember elején el tudják azt is kezdeni, az pedig a vízivárosi iskolaudvar. És a Budai út 94 előtti úgynevezett belső járda, ami kimegy egészen a Szolgalmi útra. Na most itt lebontják a kerítést, ezt teljesen beviszik az épület határáig, tehát ami konkrétan az épületig tartozik az a részhez, és innentől szabaddá vált ez a tér. Na most gyönyörű fák vannak ott, azok a fák alá padok kerülnek, kiparkosítva lesz. Tehát az a fele, ami a 25 a Sarló utca 25-33 felé néz, és ahova egy Szolgalmi út vezet a zöld fatérre, az tulajdonképpen kiegészül egy gyönyörű parkkal. Na de, ezen kívül még lesz játszótér, amit majd jövőre fogunk megcsinálni, csak a helye van kijelölve, mert hát ősszel nem is rakunk ki játékokat, érez nyilvánvalóan, és lesz egy kétfunkciós sportpálya is, és azon kívül hát az egész, és 20 parkoló. 20 parkoló még itt is lesz. Azon túl mondom, hogy megújul az egész járda rész, ami a 94-nél lesz, mert ők elmaradtak ott, amikor azt a belső teret tavaly megcsináltuk a 96-98-100-nál. Most ez is helyre lesz réve, és akkor tulajdonképpen ez az egész tömb, ez a belső tömb rendbe végre rendbe lesz rakva, és azon kívül mondom, egy nagyon szép parkosított helyen ki fog egészülni, mert vízivárosnak nagyon kell a zöld terület. Szóval ez egy olyan dolog, hogy itt tényleg annyi zöld területünk van, amennyit ezek a játszóterek megengednek, vagy amennyit éppen meg lehetett hagyni a nagy építkezések miatt is, úgyhogy minden négyzetcentiméterére őrizzük, és tulajdonképpen ezzel nincs is már olyan terület, amit továbbiakban lehetne, vagy szabadna parkolót csinálni. Tehát ami van, azt kellene jól kihasználni, illetve elgondolkodni azon, hogy hogyan lehet még jobban hasznosítani azt, ami van. De hát borzasztóan nagyon remélem azt, hogy tényleg a vízivárosiak érzik és látják azt, hogy minden értük történik, velük megbeszélve történik,
És most is el kell mondanom, hogy ez a városrész tényleg szép. Én egy ékszerdoboznak tartom. De az meg külön öröm volt a számomra, amikor kiderült, hogy a lakótelepi kiskertek közül a dobogós első helyet elvihette a Budai útnál a 74-78 közötti kiskert, a Sipos Éva és a Sipos Jenőnek ezúton is gratulálok minden vízivárosi nevében. A parkolókorszerűsítés a Városgondnokság út 2017-19 programjának keretében valósult meg. A munkaterület átadás februárban történt meg, amelyet követően a távhővezeték kiváltási munkáival kellett összehangolni a kivitelezési munkálatokat, melyek júniusban kezdődhettek meg. A felújítási munkák keretében szegélyépítés, szegélykorrekció, aknafedlapok cseréje és szintre emelése, az aszfalt burkolat felújítása, betonburkolat feszültségmentesítése, valamint a burkolati jelek felfestése történt meg. A növényépítési, faültetési munkálatokat a Városgondnokság szakemberei fogják végezni, ha az időjárási körülmények ezt lehetővé teszik. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg, tartsanak velünk továbbra is, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!